szarazsi vértanúknak az emléknapja. Ezt nem ünnepnapnak, hanem sokkal inkább egy gyásznapnak, emléknapnak foghatjuk fel. Az 1848 és 1849-es forradalom és szabadságharc után 13 honvéd tábornokra várt kivégzés és büntetés, és a 13 honvéd tábornok mellett Magyarország első miniszterelnökére, Róf Batthyány Lajosra is ez a sors vár, méghozzá Budán. Azt szeretném tőletek megkérdezni, hogy ha visszaemlékszünk erre a konfliktusra, erre az eseményre, akkor emlékszünk arra, hogy melyik birodalommal, melyik nagyhatalommal kerültünk szembe szabadságunkért, függetlenségünkért? Marci. Habsburg birodalommal úgy van. Ha megnézzük, néhány nevet kiemelnék. Damjanich János, Nézics Károly, Gróf Leiningen, Westerburg Károly, Schweidel József. Milyen érdekességet fedezünk fel ezeknek a tábornokoknak a nevében? Enikő? Pontosan, tehát a vezeték nevek azok nem tipikus magyar nevek lesznek, hanem van köztük szerb, van köztük német. Ennek az egész kérdésnek az a tanulsága, hogy ebben a szabadságharcban és ebben a forradalomban gyakorlatilag megtörtént egy összefogás a különböző nemzetek közt, akiknek a szabadságvágy, a szabadság iránt, hogy elnyertessük a szabadságot. Bizonyára tudjátok, hogy a szabadságharc alapvetően sikertelen volt, a Habsburg birodalom azt végül leveri. Később azonban a két terület között megtörtént a kiegyezés 1667-ben, és létrejött egy új nagy állam, kb. 50 évig. Ennek az új nagy államnak a nevére emlékszik, ha valaki ezt szeretné még megkérdezni. Melyik az a nagy állam, ami létrejön a két terület kiegyezéseként? Marci? Ez az osztrák-magyar monarchia volt pontosan, és ez egészen 1918-ig felmaradt. Azonban ezeknek a tábornokoknak a hőstettére, a vértanúságára a mai napig is emlékezni fogunk. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és köszönöm szépen, hogy ezt meghallgattátok. Kérlek, fáradjatok vissza!